Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől, függetlenül. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, ami felül halad a világ. Mi baj van a világ haladásával, alakulásával? Hol van túl meleg? A metron, oké. Okay. Föld alatt meleg van. Hát föld alatt hűvös szokott lenni. Valami a pincével ott gondolom. Felállik a metron. Szóval túl meleg van. Mihez képest túl meleg? Figyelj, azt kell nézni, hogy mit tudom én, milyen meleg lehet a sivatagban, ahhoz képest tök jó idő van. Nem? Hát is gondolj bele. Előtt eszembe, hogy például voltunk egyszer márciusban, Tunéziában, aztán hát olyan 20-22 fok volt max nappal. Tehát ilyen teljesen ilyen kellemes, ilyen kellemes idő, igen. És onnan pár száz kilométerre bementünk a sivatagban, ott meg már 35. Úgyhogy pedig március volt, akkor képzeld, milyen meleg lehet ott mondjuk júliusban vagy augusztusban. Hát mondom, márciusban volt 35 fok. Milyen tojásra gondolsz, Maja? Hát gondolom, tyúk tojásra jön, mi lesz? Hát figyeld, ott élnek mondjuk gyíkok, aztán tudod, akkor esetleg gyík tojás. Na mindegy, majdnem megfőtt a tojásunk, az biztos. Még így is, mi? Még így is. Márciusra. Na szóval nem vagytok elégedettek azzal, amifelé halad a világ. És szerinted mi várható, ha a jelenlegi irányba halad tovább a világ? Még rosszabb, nem? Hát jó, biztos nem. Hát bár vannak olyan emberek, akik azt gondolják, hogy ez így tök jó, nem? Hát ha anyagi szempontból megnézzük, azért a magyar lakosság úgy átlag, mint anyagi szempontból, tehát vagyon. Mondhatnám azt, hogy talán nem volt sose ekkora vagyon a magyaroknak, nem? Összességében. Úgy összességében így van. Hát régen nem kellett, mit tudom én, egy lakásba 6 tévé, nem? Meg nem volt 2-3 autó, nem? Tehát úgy, mint vagyon, úgy tűnik, hogy mintha több lenne, nem? Tehát megnézed például az autók számát Magyarországon, hát azért sose volt ennyi autó, nem? Vagy legalábbis biztos eldugták, vagy mit tudom én. Hát biztos, hogy nem volt ennyi autó. Szóval biztos. Tehát lényeg az, hogy mit vagyon így. Vagy legalábbis a látható vagyon az több, nem? Bár a bankok is azt nyilatkozzák, hogy a bankokban is több pénz van, mint ugye volt régebben. Ha semmiből állítják elő. Hát mondjuk, ki pénzt nyomtatni nem egy olyan nagy kaland. Bár mondjuk egy magánszemélynek eléggé rizikos. Tudod-e, hogy hogyan működik az ember? Tehát vajon az emberek tudják, hogy hogyan működik az ember? Nem tudják? Kellene tudni? Jó lenne. Hát például, hogy mondjuk hogyan bánjuk önmagunkkal, hogyan bánjunk mondjuk a párunkkal, hogyan bánjunk mondjuk a szüleinkkel, gyerekeinkkel, másokkal, nem? Tehát úgy ez az emberekkel való bánásmód, nem? Mondjuk hogyan működik az élet, tudják az emberek? Nem jó, nem nagyon. Nem jellemző? Fokhíjas. Hát például, mit tudom én mondjuk, az élet. Mondjuk, hogyan bánjunk a munkánkkal? Hát,
Vagy hogyan bánjunk mondjuk a pénzzel? Ezek az élet részei, nem? Vagy hogyan bánjunk mondjuk a környezetünkkel? Tehát most nem az emberekre gondoltam. Hogy hogyan bánjunk mondjuk a... Hát mondjuk a hatóságok az inkább az emberek kérdése. Az inkább oda tartozik. De mondjuk hogyan bánjunk mondjuk a teremtőnkkel? Azt se nagyon tudják az emberek, nem? Sőt, még azt, hát sokan még azt se tudják, hogy van. Na most, beszéljünk erről egy kicsit, ha már így felvetetted ezt a kérdést. Erről jut eszembe, mondhatnám, hogy ugye az emberek, hát van, akik hisznek valamilyen teremtő, jóisten szerűségben, nem? Van, akik nem nagyon, sőt, van, akik egyáltalán nem, azt mondják, ez nem is létezik. Na most ugye nekem egy olyan helyzetem volt, hogy gyerekkoromtól, mivel nagymamám az hívő volt, ugye római katolikus hívő, ezért lettem én is római katolikusnak megkeresztelve, mivel a édesapám is az volt. Bár ő aztán teljesen, ő sose járt templomba, nem gyakorolta egyáltalán, de nagymamám annál inkább, és mivel én nagyon sokat voltam nagymamámmal, ezért ugye rendszeresen vitt templomba, ezért első áldozó is voltam, meg stb. Stb. Tehát tőlem nem áll távol egy úgynevezett teremtő vagy jóisten személye, mert ugye ezt azért nekem tanították. És hát ugye volt, akiknek meg nem tanították ezt, én nem nagyon emlékszem, hogy a annak idején az általános iskolás osztályomból bárki is járt volna ott velem hittarra. Tehát én nem emlékszek ilyenre, de mindegy, én jártam. És ezáltal ugye ez a kérdés ez olyan távolinak nem tűnt számomra sose. Tehát az én gondolataimban mindig az volt, hogy egy olyan, hogy Isten, olyan, hogy teremtő, az létezik. És hát de mi van azokkal, akiknek mondjuk nem ilyen családjuk volt, vagy nem ilyen hozzátartozójuk volt, vagy nem volt egy nagymama, amelyik elvigye valakit a templomba, és ezzel kapcsolatban némi nemű fogalma legyen. De én magát a vallást, tehát a római katolikus vallást nem gyakorlom, sőt, Isten igazából egyetlen másik vallást sem gyakorlok. De mégis nem hiszem, hanem tudom, hogy van egy olyan, hogy teremtő az ember számára, mert én megtapasztaltam ezt a kérdést szembe azokkal, akik csak hisznek, vagy még nem is hisznek ebben a kérdésben egyáltalán. Tehát mondom, én szó szerint megtapasztaltam, és sőt, azt is tapasztaltam, hogy én ehhez a teremtőhöz, inkább úgy mondom, hogy teremtőmhöz, tehát ez az enyém, ugye abból indultam ki, hogy ez az enyém, mert ugye van az imába például egy olyan, hogy én Istenem, jó Istenem, vagy bármikor, amikor az ember csak úgy hirtelen megnyilvánul valamilyen ösztönből, akkor mit mond? Istenem, Istenem. Tehát nem azt mondja, hogy Isten, nem azt mondja, hogy Istenünk, még a ateista is szokott ilyen megnyilvánulást kiengedni magából, hogy Istenem. Tehát mikor így ösztönből kijön belőle valamilyen gondolat ezzel kapcsolatban, tehát mikor ugye nem kontrollált az a kifejezés, akkor ugye azt mondja, hogy ja Istenem. Tehát nem nagyon érdekes ez, hogy azt mondjuk, hogy Istenem. Tehát Istenem. Na most, ha azt mondom, hogy Istenem, akkor ez az enyém. Nem. Az az enyém. Hát ez olyan, mint hogy az autód, az nem is, az a tied, nem? A házad, az nem is,
az a tiéd, a ruhád, amikor azt mondom, hogy ruhám, az nem is, hanem az az enyém, nem? Amikor azt mondom, hogy szemüvegem, az nem is, tehát nem valakikkel közös, hanem az az enyém, nem? Tehát mikor így fogalmazunk, hogy az enyém, tehát egyes szám első személyben az én Istenem, mert ugye ezt így mondjuk, egyes szám első személy, akkor ott nincs benne az, hogy az a miénk, mert akkor úgy mondanánk, hogy mi Istenünk. Istenünk, nem? Tehát nem ezt mondjuk, hanem Istenem. Tehát a magyar nyelvben egyértelműen ki van fejezve, hogy neked van egy Istened. Világos ez? Ami azt jelenti, hogy sőt, az imában benne van, hogy én Istenem, jó Istenem. Na most, ha ezt megnézed, ezt kicsit elkezded elemezni, ezt az én Istenem, jó Istenem, akkor az is benne van ilyen szó, hogy tagadó szó, hogy nem. Én is, te nem. Én is, de te nem. Tehát, ha ezt egy kicsit elemezzük, hogy én is, te nem, jó is, te nem. Tehát, ha így elemezzük ezt a fajta kifejezést, akkor ebben én nekem az jött le, hogy az én Istenem, az nem a te Istened. Az én jó Istenem, az nem a te jó Istened. Világos? Ha nem hiszed, akkor elemezd ki ezt, ugye, ezt az egészet, és akkor rájössz arra, hogy ez pontosan ezt fejezi ki, hogy ami az enyém az Istenemmel kapcsolatban, az nem a tied. Tehát magyarul nincs ebben az esetben közös Istenünk. Tehát a mi Istenünk ilyen szempontból nem lehet, az már nem közös. A nyelvünk kifejezi. Na most nem tudom, tudjuk-e, hogy a mi nyelvünk az ős nyelvhez a legközelebbi nyelv a bolygón. Mit jelent az, hogy legközelebbi? Azt jelenti, hogy a legtöbb szót és kifejezést használja az ős nyelvhez képest. Tehát a magyar használja az ős nyelvből a legtöbb szót. Az ős nyelv az azt jelenti, hogy egy nyelv volt a bolygón, és az a nyelv a szanaszét ágazott. És a magyar tartotta meg a legtöbb szót és kifejezést az ős nyelvből. Ez egyébként, ez egy kutatás, nem magyar kutatás végeredménye, mert a magyarok ilyet nem kutattak, megmondom őszintén. Tehát ez nem magyar kutatás végeredménye, és a kutatók ide jutottak. Miért? Mert mi hol éltünk jellemzően, amit ugye megint csak mi is egy kicsit tagadunk meg, sok mások népek tagadnak, mi itt éltünk a Kárpát-medencében 7000 éve. Még akkor ős nyelv volt a bolygón, amikor mi már itt éltünk a Kárpát-medencében. És tehát most nem nacionalista előadást tartok, nehogy valaki ezt félreértelmezze, de mi által itt éltünk a Kárpát-medencében. A Kárpát-medencét pedig óriási hegyek vették körbe. Azért medence. És ezáltal a népcsere, tehát hogy innen elmentek emberek, és ide beözöllöttek emberek, nem nagyon fordult elő. Ezáltal nem keveredett a nyelvünk más nyelvekkel olyan mértékben, mint akik nem egy medencében
egy terület hegyekkel elzárt területen élt. Tehát mi egy hegyekkel elzárt területen éltünk, és ezáltal kevésbé keveredtünk más nyelvű népekkel, mint a bolygón más népek. Ugyanis azok nem keveredtek csak nyelvi szempontból, akik mondjuk valami elhagyatott szigeten éltek esetleg. Tehát ha megnézed a bolygón az egyetlen olyan terület, a Kárpát-medence, ami elég nagy területen teljesen hegyekkel van körülvéve. És nem kis hegyekkel, hanem magas hegyekkel, amint nehézkes volt az oda-vissza átjárás. És ezáltal a magyar megtartotta a nyelvét és az ős nyelvét, és kevésbé keveredett a nyelve. Na most, ha megnézzük még egy szempontból, ennek megint csak utána lehet nézni, hogy a világon nem sok olyan nyelv van, konkrétan én magyaron kívül nem tudok mást, amely a nyelvében él. Tehát a szavainak a nagy része önkifejező. Tehát maga a szó kifejezi annak a szónak az értelmét, tehát maga a szónak mondani valója van. Tehát nem csak egy ilyen fabrikált szó, hanem kifejezi azt, amit jelent. Tehát rengeteg olyan szavunk van, amilyen önkifejező magában, és megmagyarázza annak a szónak a jelentését. Na most, az ősnyelv az egyébként ilyen volt, az így volt kialakítva. Hát ez is bizonyítja egyébként, hogy a nyelvünk az nagy mértékben azonos az ősnyelvvel. Egyébként minden nyelvben van valami ősiség, csak nem mindegy, hogy 5% vagy mondjuk 70%. Jó, tehát lényeg az, hogy a nyelvünk sok mindent kifejez. Például nem véletlen az, hogy amikor mondjuk egy ateista hirtelen valami negatív dolog éri, és ösztönösen kimond rá egy kifejezést, akkor azt mondja ki, hogy mikor mondjuk megijed, hogy ja Istenem, pedig ateista. Na most, hát ha ilyet mondunk, akkor van személyes Istenünk. Mindenkinek saját személyes. Az nem azt jelenti, hogy közös, hanem az enyém, a tied, a tied. Na most akkor nézzük tovább ezt a gondolatot. Én a következőt tapasztaltam ezzel kapcsolatban. Az, hogy én fordulhatok a saját Istenemhez. És ő, amivel fordulok hozzá, arra reagál. Hát kérdés az, hogy én milyen állapotban vagyok, hogy veszem-e azt a reagálást, vagy nem veszem. Hogy az a reagálás úgy történik, hogy fogom az adást, vagy úgy, hogy fogja, és létrehoz olyan eseményt, amiben megtörténik az, amit én mondjuk szerettem volna, vagy kértem volna. Tehát én ezt megtapasztaltam, hogy ha én hozzáfordulok, akkor ő válaszol ilyen vagy olyan formában. Na most, ez mit jelent? Miért mondom ezt? Most gondoljátok végig. Az Isten
még egy ateista is, ha tanul róla, akkor azt mondja, hogy egy felsőbbrendű lény, nem? Amely sokkal, de sokkal többre képes, mint egy ember, nem? Ezáltal, mivel többre képes, mint egy ember, olyan dolgot is meg tud tenni, amire egy ember nem képes. Na most egy Isten olyat is meg tud tenni, amire az ember nem képes. És az ember egy Isten, a saját Istenéhez fordul, és az Isten mondjuk megteszi azt, amire esetleg az ember kéri, akkor az ember nagyobb dolgokra képes, mintha önmaga akarna bármit megtenni. Világos ez? Tehát még egyszer, hogy ez világos legyen. Tehát a felsőbbrendű lény az többre képes, mint egy ember. Ha egy ember tehát egy felsőbbrendű lényhez fordul, és a felsőbbrendű lény teljesíti az ő kérését, akkor onnantól kezdve olyan dolog fog abban az illetővel megtörténni, ami egyéb esetben nem történt volna meg. Világos ez? Na most akkor kérdezem én azokat az ateista embereket. Melyik a jobb? Ha mindent magad akarsz létrehozni, megcsinálni, teljesíteni, vagy kapsz egy felsőbbrendű segítséget, mert hiszel benne, és bízol benne, és ezért hozzáfordulsz. Mert gondold végig, a felsőbbrendű lény az nem kevésbé értelmes, mint mi vagyunk, hanem értelmesebb. Most onnantól kezdve, ha az a felsőbbrendű lény értelmesebb, mint mi, akkor mondjuk a magunk szintjén, ha megnézzük a dolgokat, az emberi szinten, akkor azt mondanád, hogy minek segítsek annak, nem, inkább úgy kérdezem, kérdezném tőled, segítenél-e sokáig egy olyan személynek, aki nem hisz benned? Kérdezném, hogy meddig segítenél egy olyan embernek, aki nem hisz benned? Egyszer. Hát egyszer, így van. Mondjuk egyszer segíteni, egyszer-kétszer, aztán utána annyi. Nem? Na most a gondolod? Gondolod, hogy egy felsőbb rendű lény, amely értelmesebb, mint mi vagyunk, az úgy is fog valakinek segíteni, hogy nem hisz benne? De most gondolj bele, van egy személy, aki nem hisz a saját teremtőjébe, hát ő nem is fogja megtapasztalni azt, hogy ő felsőbbrendű segítséget kap. Hogy tapasztalná meg, mikor bolond lenne az a felsőbbrendű lény segíteni neki, mikor nem hisz benne? Logikus. És akkor kérdezem én bárkitől, aki nem hisz az ő saját felsőbbrendű lényében, ugye a teremtőjében, hogy hát melyik a jobb? Hogyha csak magadban hiszel, vagy hiszel a saját teremtődben is? Melyik a jobb? Hát ha neked az a jobb, hogy csak magadba hiszel, akkor higgy abban. Semmi gondom nincs ezzel, az a te problémád, nem az enyém. De ha esetleg átgondolod és átértékeled az eddigi gondolkodásodat, hogy miért ne próbálhatnám ki?
hogy higgyek az én saját teremtőmbe. De azt akkor másik dolgot mondok, jó? Tehát én senkit nem akarok meggyőzni. Ha valaki nem gondolkodik logikusan, akkor az az ő baja. Jó, tehát én csak egyszerűen azt próbálom elmondani mindenkinek, hogy gondolkodjon azért, amit belül a szürke állomány. Bár sok embernek biztos az túl szürke. Hogy milyen sötét behajlott, feketé behajlott. És lényeg az, hogy gondolkodjon, hogy használja, ami itt van. Jó, tehát vagy van egy másik dolog, amikor valaki mondjuk járt hitt arra, mint én. És akkor hát egy temetés után elmentem, mise volt. Ilyen gyászmise. És ugye a pap olyankor a igazából a gyászmise az nem gyászmise, hanem a rendes misébe belerak ilyen gyász részletet. Tehát belerak ilyen a halál, tehát az a meghaltról beszél. Tehát az nem gyászmise, mert nem manapság ugye már, én még nem voltam olyan misén, ami kifejezetten gyászmise lett volna. Hanem egyszer rendes mise, és belerakják a halatról egy-két gondolatot. És akkor ülök ott a templomba, bemutatom, tudjátok, ilyen padok vannak a templomban, és akkor mindig úgy szoktam a templomba lenni, hogy közel nézelődök. De tényleg, tehát úgy mindent alaposan megfigyelek ott körbe, hogy hogy néz ki minden, és plafonon, és nézegetem a plafon. És akkor ilyen volt felírva a plafonra, így a boltívre, hogy mi atyánk. Érted? És olyan volt kicsit arrébb, hogy én Istenem, jó Istenem. Mondom, én Istenem, jó Istenem. Tényleg mondom, van egy ilyen ima, hogy én Istenem, jó Istenem. És, de csak ennyi volt felírva, hogy én Istenem, jó Istenem. Hát de miért van ez így írva? Hát mert az azt jelenti, hogy az az enyém. Ez egyébként nem olyan nagyon rég volt, a 90-es években. Tehát azért mondom, hogy még nem, már nem a 80-as években volt. És akkor már egy kicsit reformt gondolkodás volt, tudod, a 90-es években. És hát az én gondolat, amit is már ilyen átment ilyen reformba. És rögtön ugye, jó, én Istenem, jó Istenem, hát akkor elkezdtem ott gondolkodni, jöttek a gondolatok, hogy akkor van saját. Tehát, hogy van saját. És onnantól kezdve van az, hogy hát az egy Isten az én számomra megdőlt. Valaki a múltkor mondja nekem, hogy egy Isten, létezik olyan, hogy egy Isten, ami annyit jelent, hogy az az Isten, amelyik létrehozta az egész világ mindenséget, meg a lelkünket létrehozta, meg stb. Stb. Sok minden. Na az az, ugye egy Isten igazából, az az egy Isten, de ugye ez az Isten létrehozott saját képmására hasonló lényeket, akik mondjuk ugyanúgy tudnak teremteni, csak éppen lelket nem, meg bizonyos dolgot nem, de azért mindenre nem képesek, mint a teremtő Isten, de sok mindent tudnak teremteni. És ha ebből a szempontból nézzük, akkor valóban van egy Isten, ez a minden teremtő jó Isten, illetve hát nem minden, csak az alapokat lerakó, inkább úgy mondanám. És akkor utána pedig jöttek azok a lelkek, a teremtmények, amelyik önmagukban is képesek a teremtésre,
De már nem Atya Isten, alapító Isten vagy ősisten szintjén. Ezeket akár mondhatnánk is, hogy mit tudom én, teremtők, de mert ugye ha mi nevet említenénk, akkor ugye az ősisten, az Atya Istent úgy említenénk, hogy mi név, hogy Isten. Tehát Isten. Tehát a többi az már nem lehet Isten, az csak teremtő, ha mind neven nevén nevezzük, mert például ott a teremtőknél lehet ilyet mondani, hogy sátán. Akkor lehet olyat mondani, hogy mit tudom én, Mihály, vagy Rafael, vagy stb. Stb. Lehet mondani ilyen isteni neveket. Ami ugye már nem feltétlenül Istennek mondjuk, hanem angyalnak. De az angyalok is istenszerű lények, sőt, a lelkünk is istenszerű lény, ugye abban különbözünk mi az angyaloktól, hogy az angyalok nincsenek testben, vagy ha testben vannak, bármikor kijönnek belőle, visszamennek. Mi emberek meg be vagyunk zárva a testünkbe. Egyébként a lelkünk az ő lelkükhöz képest semmi különbséget nem mutat. Annyit mutat csak, hogy ők sokkal, de sokkal több tudással, fejlettséggel és hatalommal rendelkeznek, mint mi saját magunk, tehát mint a mi lelkünk. De azért, mert több a tudásuk. Tehát ugye mi azért nem rendelkezünk tudással, mert hát mindig, mikor újra születünk egy testbe, egy emberi testbe, akkor előtte kitörlik az információkat, tehát kitörlik a tudást, mert különben megbolondulnánk ott abba a tehetetlen kis test, újszülött testbe. Tehát ezáltal ugye mi emberek végül is valamilyen szinten különbözünk az angyaloktól, de nem sokban. Tehát, hogyha jobban megnézzük, ugye akkor van a teremtő, és vannak az ahhoz hasonlatos angyalok. És hát vannak a gonosz angyalok, amiknek ugye adtak más nevet. Mit tudom én, démonok. De hát, illetve nem is azt mondták, hogy démonok, inkább maradjunk a gonosz angyalnál, jó? Mert a démon az egy a lények által létrehozott olyan gonosz valami, ami nagyon hasonlít a szellemlényhez, tehát magához, az angyalhoz, csak addig létezik, ameddig energiával látják el az angyalok. Nem tudom, ez világos voltam-e. Tehát a démonok azok nem angyalok, mégis olyan típusú lények, mint az angyalok, de csak addig léteznek, ameddig az angyalok energiával látják el. Milyen energiával? Gondolati energiával. Tehát addig, ameddig mondjuk hisznek bennük. Tehát egy démon elpusztul, hogyha már nem hisznek benne. Érted? Tehát a Földön minden olyan lény, amelyik értelmes és nem démoni működésű, az mind gyakorlatilag angyali lélek, de gonosz angyal. Például ugye a sátán is egy gonosz angyal. Például a Lucifer is egy gonosz angyal. Jó?
És hát sok gonosz angyal létezik a világegyetemben, de azok gonosz angyalok. Na szóval, de térjünk vissza. Tehát van a teremtő, és vannak az általa létrehozott lelkek, amit angyaloknak nevezünk. Mindegy, hogy mennyire gonosz vagy mennyire jó, angyal. Na most, ugye ezek az angyalok külön váltak valamilyen szinten a teremtőtől, és önálló működést gyakorolnak, és a világ különböző pontján különböző csoportosulást hoztak létre. És mi is egy ilyen csoportosulás része vagyunk, és a bennünk lévő lélek is egy angyali lélek. Ezért szokták mondani egy aranyos kisgyerekre, hogy angyal. És lényeg az, hogy az angyalok, tehát az angyali lelkek, bármilyen, mondom, jó vagy rossz, különböző szintű képességekkel rendelkeznek, attól függ, hogy milyen tudást és milyen tapasztalatot éltek meg az évmilliók vagy évmilliárdok során. És ezek az angyali lelkek, ugye, mint említettem, a világ különböző részén, különböző csoportosulásban vannak, és itt, ezen a részen is nem csak emberi lelkek vannak, hanem vannak olyan lelkek, akik nem emberi testben vannak. Én nem azt mondtam, hogy most nem a bolygóról beszélek, hanem erről a világnak ezen a részéről. Ami azt jelenti, hogy ezek a lelkek létrehoztak egy idézőjelben óvodát, és ennek az óvodának vagyunk a része. És ugye ez az óvoda, ez nem úgy működik, mint a test. Sőt, inkább ez az óvoda, ez nem is óvoda, hanem úgy működik, mint az általános iskola. Csak ugye az általános iskolából, hogyha elérted mondjuk a, mit tudom én, 16 vagy 18 évet, akkor ugye nyugodtan abba hagyhatod az általános iskolát akkor is, hogyha még mindig az elsőt járod, mert ahányszor jártál, megbuktál. Ugye ez azért, mert a tested miatt túlkorossá váltál. Tehát egy földi ember azért hagyja ott az általános iskolát, hogyha nem fejlődik, tehát nem járja ki mondjuk az elsőt, meg a másodikat, meg a harmadikat, azért hagyja ott, mert túlkoros lesz. De egy léleknél nincs olyan, hogy túlkoros. Főleg azért nincs olyan, hogy túlkoros, mert mindig visszakerül mondjuk az első osztályba. Minden születéssel. És nem öregszik. A lélek nem öregszik. Tehát nincs olyan, hogy öregedés. Tehát ez azt jelenti, hogyha mondjuk a Jóisten létrehozott egy lelket, és annak törölte a tudatát, vagy most törölnek egy léleknek egy tudatát, a közt nincs különbség. Ugyanúgy nincs tudása. Ami annyit jelent, hogy itt a Földön úgy hagyhatja ott az ember az általános iskolát,
hogyha végigjárja mondjuk a 8 osztályt, itt mondjuk 9 osztály van, hát nem 8, hanem 9, 9 osztályt végigjárja, és amit a 9 osztályban tanult, az használja is. És felfejlődik egy olyan szintre, ahol képessé válik arra, hogy felsőbb iskolába kerüljön. A felsőbb iskola az az aranykor. Na most a felsőbb iskola után, tehát jön az aranykor, mondjuk az a középiskola. De itt mondom, az aranykorba, egy középiskolába is csak akkor tud valaki bekerülni, ha kijárta a 8 általánost. Tehát ami azt jelenti, hogyha nincs olyan érettségű, hogy ő középiskolába beiratkozzon, akkor nem fogják fölvenni a középiskolába. Jó, a 8 általánosból már kiöregszik, de a lélek, mondom még egyszer, nem tud kiöregedni. Ezért, ugye, mint a lelkünket nézzük, mindig beleszületik egy újabb és újabb testbe, és egy élet alatt kellene kijárni a 9 osztályt. Na most ezt vagy megcsinálja egy ember, vagy a következő életében újra az első osztályból indul. Na most, miért van ezt csinálva? Nagyon egyszerű, hogy egy lélek megtapasztalja a rosszat, nem a jót, a rosszat. És ha egy lélek megtapasztalja a rosszat, akkor nem akarja magának, és másoknak se. Ezáltal ugye egy lélek mit fog akarni? Hát a jót. Magának is, meg másoknak is. És hiába akarják rávenni a rosszra, nem tudják, mert megtapasztalta, hogy mi a rossz. És köszönöm szépen, nem kér belőle. Ezért létrehozták a földnevű iskolát, angyalok hozták létre. Annak a saját társadalomnak a segítésére, hogy létrehozzák azokat az értelmes lelkeket, akik a jóért akarnak tenni, és nem a rosszért. És másoknak sem akarnak rosszat, csak jót. És ez úgy működik, mint mikor embereket bezárnak mondjuk egy szigetre. És akkor azt mondják nekik, hogy tessék létrehozni a saját társadalmatokat, hierarchiátokat, és tapasztaljatok meg mindent. Mi nem avatkozunk be, de ha kéritek, segítünk. Ha nem kéritek, nem segítünk. Ha nyilvánvaló, hogy egy ember akkor tud valakitől kérni, ha tudja, hogy ez a személy vagy lény létezik, nem? Ha nem tudja, hogy létezik, akkor nem tud
tőle kérni. Nem? Most természetes dolog, hogy most gondolj bele, mondjuk nézzük azt a példát, amit az imént felhoztam. Hogy mondjuk, mint egy szigeten, oda küldenék az embereket, alakítsátok ki a saját társadalmatokat, hierarchiátokat, stb. Stb. Fejlődjetek, csináljatok azt, amit csinálni kell, ha kell segítünk, kérjetek segítséget. Most gondolj bele, hogyha ott, mondjuk ezen a szigeten egy pár olyan ember, amelyik mondjuk fizikailag erősebb, gyorsan magához ragadja a hatalmat, akkor nekik mi az érdekük? Hát az az érdekük, hogy akikre hatalommal vannak, azok ne tudják, hogy kérhetnek segítséget a kintiektől. Hogy nehogy feléjük kerekedjenek. Világos az? És ezért ugye azoknak a szigeten lévő, hatalmon lévő embereknek ugye az az érdekük, hogy minél ostobábbak legyenek ott a szigeten az emberek, minél tudatlanabbak, és minél inkább ne tudják azt, hogy ők kérhetnének segítséget is. Na most valami hasonlót élünk meg itt a Föld nevű bolygónkon. És a szigeten lévő emberek, még térjünk vissza a szigetre, a szigeten lévő emberek közül valahogy elterjed valakitől, hogy de hát lehetne segítséget kérni a kintiektől. Erre mit mondanak a többiek? Kintiek nem léteznek. Mert hát azt mondták a góréink, tehát a főnökeink azt mondták, hogy kintiek nincsenek, akkor nincsenek. Úgyhogy eszedbe ne jusson kérni kintről segítséget, mert úgyse kapsz, mert nincs is kint senki. Nem létezik ott senki. Csak a mi világunk létezik itt a szigeten. És kiebb semmi nincs. És akkor az emberek azt mondják, hát tényleg, hát biztos így van, ezt mondják itt többen. Ha mindenki körülöttem ezt mondja, hogy nincs, akkor biztos nincs. Hát akkor annyi ember nem lehet egyszerre hülye, hát akkor csak én vagyok a hülye, nem? És akkor szépen marad mindenki a sejhaján, és akkor nem kérnek segítséget, mert hát a kinti világ az nem létezik. Nehogy azt mondjátok, hogy ezt az emberekkel nem lehet elhitetni, hogy a kinti világ nem létezik. Na most, drága barátaim, kérdezem tőletek, nektek melyik a jobb? Hogy hiszitek azt, hogy nincs kinti világ? Hiszitek azt, hogy itt van ez a bolygó, csak mi vagyunk a világegyetemben, nincs olyan, hogy angyalok, nincs olyan, hogy segítség, nincs olyan, hogy saját teremtő, semmi nincs, csak mi vagyunk. És akkor te elhiszed azt, amire tanítottak téged. Ott a szigeten is, előző példa, létrehoznak iskolákat, és az iskolában azt tanít a hatalom, amit akar. Nem? Na várjál, mert itt közben hova lett? Valamit megnyomtam, egy billentyűt. Na mindegy, újra megnyitom, és akkor előjön. A hatalom.
Hatalom benyomott valamit. Együtt? Jó. Jó, valahol itt tartottunk. Szóval, és az iskolában azt tanítják, ami a hatalom érdeke. Ott a szigeten. Érted? Tehát, hogy nincs kinti világ, csak magunkra szorulhatunk. Nincs segítség. Oké? És akkor azt mondják az embereknek, hogy te többet tudsz elérni. Dolgozz többet. És akkor többet tudsz elérni. És akkor lesznek olyanok, akik elkezdenek többet dolgozni, mert elhitetik velük, hogyha mondjuk kétszer annyit dolgozik, akkor tízszer annyit ér el. Hát, hogyha jobban belegondoltok ebbe a baromságba, akkor ugye ez fizikai képtelenség, nem? Ez biztos tapasztaltad, nem? Hogy hiába dolgozom másfélszer többet, nem fogsz jobban élni mondjuk tízszer. Sőt, ugye ezt is elhitetik az emberekkel, hogy hát minél többet dolgozol, neked annál jobb lesz. Hát de pont fordítva van, mert az emberek kimerülnek. És azáltal, hogy kimerülnek, még rosszabbul lesznek, mint előtte. Akkor kitalálják ott a szigeten azt, hogy hát valahogy el kell érni, hogy amiért dolgoznak, az a mi hasznunkra legyen. A vezetők kitalálják. Tehát minden nekünk hozza a hasznot. És akkor szépen az emberek nem is látják, hogy egy olyan világban élnek, ahol bizonyos hatalmi körök hasznára teszik az emberek java a dolgát. Tehát az emberek nagy része. Most gondoljátok végig, hogy hogy van fölépítve mondjuk a világban a rendszer. Úgy van fölépítve, hogy ha te adót fizetsz, az adóból olyan emberek is részesednek, amihez az ég adta világon semmi között. Tehát bemegy az államkasszába az adó. Az adó egy része bemegy az EU-ba, az EU kasszájába. Ott részesednek emberek a te adó fizetésedből. De ez még mind nem elég, mert az EU-ból megy tovább egy bizonyos összeg a világ hatalmi elit zsebébe. Tehát egy másik csoport is részesedik a te adófizetésedből. És dolgozhatsz te bármelyik országba, mondjuk két ország kivételével a bolygón, mindenütt ugyanúgy működik, hogy te befizetsz adót, az adóból részesednek az ország vezetői, és részesednek továbbiakban valami szövetség vezetői, amiben az ország benne van abban a szövetségben,
és a szövetségből meg részesednek a hatalmi elit. Na most, ugye egy a kérdés, hogy a jövedelmednek hány százalékát, tehát a megtermelt jövedelmednek hány százalékát fizeted be adóba? Ez a kérdés. Hát ami annyit jelent, hogyha mondjuk minden adót kiszámítunk, minden adót, akkor körülbelül a megtermelt pénzednek, amit megkaphatnál, annak kb. 25%-a az a tied. Így van. A 75%-a pedig szétosztódik az állami vezetők, a szövetség, államok szövetségének a vezetői, és tovább a hatalmi elit felé. Hát nyilvánvaló, most gondolj bele, neked el kell tartani hány millió embert a Földön, akik jobban akarnak élni, mint te. Anyagi szempontból. És akkor élünk egy olyan világban, ahol elhitetik az emberekkel, hogy csak magunkra számíthatunk, nekünk az a jó, hogyha agyon dolgozzuk magunkat, nem? És ugye ennek a segítése még, hogy agyon dolgozzuk magunkat, maga a hitelrendszer. A létező hitelrendszer. Mert ugye régen ez hogy volt, míg nem volt, míg az emberek nem hitelből vásároltak, ugye úgy volt, hogy kitalált valamit, hogy az nekem kellene. És akkor elkezdett rá dolgozni, gyűjtögetni. Közben meggondolta magát, hát az nem is kell nekem. De nem volt gond. Érted? Mert nem volt gond. Mert akkor fogta azt, amit gyűjtögetett, azt felhasználta másra. Érted? Vagy ugye mai fejlett világban elkezdesz gyűjtögetni mondjuk egy autóra. Kinézel most egy autót. És kiszámolod azt, hogy ha mire összegyűlik a pénzem erre az autóra, az mondjuk 7 év. De 7 év múlva az autó már egy elavult konstrukció lesz. Ezért 7 év múlva nem azt az autót veszed meg, hanem a modern változatát. Szemben azzal, hogy felveszel hitelt, és megveszel most egy autót. És 7 év múlva az már elavult autó lesz. Érted? De nem tudsz mit csinálni 7 éven keresztül, mert törlesztened kell a hitelt, és nem tudsz másikat venni. Mert törleszted az autót. Ami azt jelenti, hogy nem tudod közben, időközben meggondolni magamat, hogy köszönöm, most már nem kell, visszaadnám az autót. Adjanak helyette valami modernebbet, mert ez elavult. Csak akkor az még egy hitel, így van. Tehát ilyet nem tudsz csinálni. Tehát ami azt jelenti, hogy szépen megetetik az embereket, gyönyörűen. Tehát az emberek nem tudják, hogy kaphatna segítséget. De na most akkor nézzük meg, ugye a segítség hogy működik. Tehát itt emberek, miért úgy kellene működni a segítségnek, illetve úgy működik a segítség, hogy annak segítesz,
aki kéri, aki érdemli, és aki hisz benned. Oké? Három dolog. Na most. Fenti segítségkérés. Nem kérek. Nem hiszek benne. De én úgy gondolom, hogy megérdemlem. Már én vagyok a valaki. Oké? És ha nem kapok segítséget, akkor szidom őt. Ugye tudunk egy pár magyar káromkodást, nem? Ami a Teremtővel kapcsolatos, vagy az Istennel. Tehát ha mi tudjuk azt, hogy három feltételnek kell megfelelni ahhoz, hogy valakinek segítsünk, ugye kér, megérdemli és hisz bennünk, akkor gondolt, hogy a fentiek nem tudják ezt. Hát erre fogja az ember, és nem használja ki ezt a lehetőséget. De azt mondja, hogy tehát hiszek a teremtőmbe. Te hiszek. Sőt, kérem is. És akkor kérdezem, hogy érdemled is. Azt mondja az ember, én érdemlem. Hogy nem ártok senkinek, a lénynek se ártok. És mi ott teszel? Az oké, hogy a lénynek sem ártasz. Már lehet, hogy azt nagyon kéne csapni, hogy ne köpje be a húst. Akkor kérdezem. Mi jót teszel? Hát, hogy fölneveltem két gyereket. Igen, és mennyire hasznos a társadalom számára az a két gyerek? Tehát az, hogy fölnevelted, és jól is nevelted föl. Hát ha ma megnéznénk, hogy akik mondjuk az elmúlt, mondjuk 40 évben neveltek föl gyerekeket, annak hány százaléka nevelte jól fel a gyereket, akkor valami nagyon síralmas számot kapnánk. Valami nagyon síralmas számot. Tehát mondjuk azt, hogy mondjuk 100 családból egy vagy kettő nevelte jól fel a gyereket. És mi van a többi 99-98-a? Én megadtam neki mindent! Na, lehet, hogy ez a baj. Hogy nehogy már nélkülözzem, mint én annak idején. Na, akkor kérdezem én még egyszer. Mi jót teszel? Én mit tudom én? Projektorok összeszerelésében dolgozom, és milyen jó, mert projektoron nézhetnek baromságokat az emberek. És néha a kivétellel nem baromság. Nem? Csak azért, mert most a projektor volt itt előttem. De mondjuk inkább azt mondtuk volna, hogy tévét szerel össze. Egy tévé összeszerelő üzembe mondjuk jászfényszarú. Na, ott van éppen a Samsung. És akkor az emberek meg hú, de fontos dolgokat néznek azon a tévén. Hát akkor azt mondja a másik, hogy én meg
Mondjuk, hát már Magyarországon nincs is ilyen. Azt akartam mondani, hogy mondjuk ruhát készít. Hát Magyarországon már nem is nagyon van ruhakészítés. Há, jó, de hát ez már lenyésző. Kínában van a ruhakészítés. Magyarországon már csak elvétve. Kínaiak azok. Persze, a kínaiak azok csinálják töménytelen mennyiségben, hát magyar ruhaipar már nincs. Tehát már nincsen. Nem úgy van, mint régebben, ugye a szocializmusban, hogy volt ruhaiparunk. Már nincs ruhaiparunk. Szóval mindegy. Akkor azt mondja, hogy mit tudom én. Hát igen, mit tudom, gyerekeket tanítok, az is jó példa. Aha, és mire? Mit enged az oktatás így, hogy mire tanítsd őket? Szóval a lényeg az, hogy ki mennyire érdemli a segítséget? Ez a kérdés fentről. Teremtőjétől. Ez egy dolog, hogy kéred. És mennyire érdemled? Kicsit érdemled, akkor kis segítséget kapsz. Jobban érdemled, akkor nagyobb segítséget kapsz. Ha még jobban érdemled, még nagyobb segítséget kapsz. Ezeket én megtapasztaltam, figyeljetek, több mint 80 ezer emberrel foglalkoztam. Azért ez nem kis szám. Elég sok tapasztalatom van azzal kapcsolatban, hogy hogyan működnek az emberek. És hogy kapnak segítséget, és mik történnek velük. Tehát ez nem kis szám. Tehát az ember azt gondolja, hogy csak úgy okokozati összefüggés nélkül működnek dolgok, akkor nagy tévedésbe él. Tehát egyszerűen mindennek oka és következménye van. Tehát teszünk valamit, utána annak következménye van. Ha nem teszünk valamit, akkor annak is következménye van. És a legtöbb ember azt mondja most ma a bolygón, hogy inkább nem teszek semmit, ma van, nem teszek rosszat. Aha. Mert ezt csinálja a legtöbb ember. Hogy nem tesz semmit, és akkor azt gondolja, hogy ezzel nem tesz rosszat. Aha. És mi van a jó cselekvéssel? Hát csak mondok egy példát. A jó emberek nem tesznek semmit, a rossz eluralkodik a Földön. Ennyi. Tehát itt vagyunk mi emberek. Gondolkozzunk. Azért van az agyunk, hogy gondolkozzunk. Jó, hát elérték legtöbb embernek, hogy ne tudjon gondolkodni. Mert csak annyit kellett csinálni, hogy rossz hangulatba kell tenni őket, és akkor már nem is tudnak gondolkodni. De akkor is próbáljuk magunkat egy kicsit feljebb hozni hangulatban, és gondolkodjunk. Tehát igazából mi olyat teszünk, nem. Te mi olyat teszel, amivel emberek javát szolgálod? Ez a kérdés. Itt tanulok. Azzal még nem segítesz embereket. Hogy itt tanulsz. Azzal magadon segítesz. Átadom tudást. Ha azt a tudást mások javára is tudod hasznosítani, akkor igen. Amit itt tanulsz. Tehát mások javára. Tehát mi olyat teszel, amivel emberek javát szolgálod. Nyilván ez nem úgy működik, hogy így varázsütési csiribá, csiribó adunk, vagy varázsveszőt, aztán egyik pillanatra a másikra hirtelen emberek javát fogod szolgálni. Tehát ezen a bolygón csiribá-csiribú alapon nem működik semmi. Ez úgy működik, hogy ki kell alakítani a mindenkinek saját magának azt a kört, akin tud segíteni. Érted? Tehát kialakítani azt az emberi kört, emberi csoportot, szépen egyesével,
sziszifuszi munka. Szépen egyesével, ahol embereken tudunk segíteni. De ezt meg lehet csinálni. Persze, én tudom, mindenkit elvisz az élet. Dolgozol a szükségleteiden. Csak ez úgy működik, hogyha túllátnál a szükségleteiden, akkor onnantól kezdve soha többé nem kellene dolgoznod a szükségleteiden. Mert mindig több jövedelmed lenne, mint a szükségleted. Érted? Csak túl kellene nézni a szükségletem. Az nem egy emberi szükséglet, hogy mondjuk az emberek tudáshoz jussanak. Tudod, miért nem szükséglet? Mert nem tudják, hogy nekik az a szükségletük. Tehát addig egy embernek nem szükséglete valami, míg nem tudja, hogy a szükséglete. Érted? Addig nem szükséglete. Na most mondok egy példát. Ott van a kisgyerek, aki megszületik. És megszületik, és nem vesz levegőt. Mit csinálnak vele? Nem. Fogják, azt elkezdik ütni a seggét. Érted? Érted, hogy tehát olyan megrázó élménye van a kisgyereknek, amire elkezd sírni, és sírni nem lehet levegő nélkül. Érted? És ezért ugye elkezd venni levegőt, és rájön arra, hogy neki a levegő a szükséglete. Mert az anyában nem kellett levegőt vennie, hiszen a köldökzsinóron kapott annyi levegőt, amennyire szüksége volt. És egy külső kényszer hatására kezd el venni levegőt. És mit csinálnak a gyerekkel? El kell sírni, megsiratják őt, hogy sírjon, és a sírásra vesz levegőt. Mit kell csinálni az emberekkel? Hát megsiratni. Idézője, így van. Így van. Hogy felébredjenek arra, hogy a tudás az egy szükséglet, érted? Hogy ráébredjenek arra, hogy a tudás az olyan fontos, mint a levegővétel. Minden az életedben nézd meg, semmit nem tudnál csinálni azt, amit most tudsz csinálni, hogyha nem tanították volna, vagy nem gyakoroltad volna, érted? Még a levegővételt se tudnád csinálni, ha nem késztettek volna rá, hogy levegőt vegyél. Ha nézd meg, minden kisgyereknek a tesztje születés után a sírás. Nagy baj van, ha a gyerek nem sír fel. Tehát az az első lépés, hogy fel kell síratni a gyereket. Tehát lesz egy megrázó élménye, nem tudom mennyire megrázó élmény, hogy az első havi tandíj 19.400 forint. Hát ez nem annyira megrázó élmény. De a más, van egy jó hír, a második hónaptól már csak 9.800. Úgyhogy a megrázó élmény mellett van egy kevésbé megrázó. Tehát lényeg az, hogy gondold végig, 30 óra a havi képzés, és oszd el azzal az összegéssel, az első hónapban 660 forintra jön ki óránként, a második hónap meg 330-ra. Az manapság pénze bármilyen képzésért. Ez nem bármilyen képzés. Megtanulod az ember és az élet működését. Ami az egyik legfontosabb dolog, hogy tudjad működtetni az életedet, és tudjad
tudjál jól bánni az emberekkel. Tehát meg kell tanulnunk kijárni ezt az iskolát, hogy egy középiskolába juthassunk az aranykorba. Nekünk az a küldetésünk, hogy bejuttassuk az emberiséget az aranykorba. Hát nyilván az emberiségnek azt a részét, aki erre hajlandó. Ha nem, akkor ezt tudod olyan, mint mikor az iskolára azt mondják, hogy jó, eddig volt az általános iskola, most nevezzük ezt ki középiskolának, és az általános iskolát meg áthelyezzük máshova. Már nem általános iskola innentől kezdve, hanem ez a középiskola. Tehát azoknak, akik itt jártak iskolába, azok itt folytathatják a középiskolát, akik meg általános iskolába maradtak, azok meg nyitunk nekik egy új iskolát, egy másikat. Műszaki berendezések nélkül. Hogy menjenek vissza a kőbalta faragáshoz? Tűzvigyázás. Ez a tűzvigyázás. 24 órás tűzvigyázat. Király az. És most gondolj bele, majd elmész erre a bolygóra angyalnak. Érted? És az lesz a dolgod, mint a mostani angyaloknak itt a bolygón, hogy rendezzétek a háttérben azoknak az embereknek a dolgát. És mondjuk ott kezdődik a dolog, hogy mondjuk még tüzet se tudnak gyújtani. És itt kapsz egy olyan feladatot, hogy te tanítod meg ők egy tüzet gyújtani, érted? Mert még arra se képesek, hogy tüzet gyújtsanak. Hát örültudással mindent elfelejt az ember. Még azt is, hogy hogy kell egy tüzet meggyújtani. És akkor nézed majd onnan őket, hogy mi is innen indultunk. Érted? Na nem baj, tegyétek a dolgotokat. Szóval lényeg az, hogy de ha neked jó, az a fajta lét, hogy állandóan tapasztalnod kell a rosszat, mert még mindig igazából nem tudsz különbséget tenni a jó és a rossz között, hát akkor az a te személyes szociális problémád. És akkor még tapasztalgasd a rosszat. No, hát ennyi fér bele itt az első részbe, így is túlmentem az első része jócskán. Köszönöm szépen a figyelmeteket, a második részben növekedés coachképzésünk lesz, ami a 24 témának az egyik jelentős képzése, ahol az ember arról tanul, hogy fel tudja mérni, milyen eredményességi állapotban van az élete bizonyos területén, és olyan konkrét lépéseket tudjon tenni, amivel egy növekedési időszakot tud létrehozni azon a területen, ahol éppen nem növekedésben volt. Úgyhogy mindenkinek jó tanulást kívánok, 20 perc szünetet követően pedig kezdjük a növekedés kóccsal, és egészen 9:45-ig utána pedig kérdés felelek. Köszönöm a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!